Először is azt mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy ez a második olyan Pavlata Negyed Fesztivál, amit most már 3 hónaposan nyújtunk. Előtte még csak egy hetes volt, vagy egy ilyen párnapos rendezvény volt a Pavlata Negyed Fesztivál. Tavaly volt az első olyan, amit hagyomány szerint most már elindítunk, és idén a másik ilyen típusú Pavlata Negyed Fesztivál van, ahol azt tűztük ki célul, hogy valamennyi olyan rendezvényt, valamennyi eseményt, ami a Palota negyedben történik ebben a nyári időszakban, hiszen felismertük, hogy rengeteg ilyesmi van, rengeteg intézmény, civil szervezet, bármilyen társaság, gasztronómiai fesztivál akár, rengeteg minden történik ebben az időszakban a Palota negyedben, és ezt szerkesztettük össze, szerveztük össze egy fesztiválra, és tesz hozzá az önkormányzat számos színes programot. Idén nyáron 6 különböző tematikára épül fel a programsorozat, 6 különböző nagyobb hétvége lesz. Itt most az első, amin itt állunk, ez a Szent Ivánéi ünnepkörre van felépítve, hagyományos népzenei, néphagyományokat ápoló programokkal, különböző fellépőkkel, most éppen a Józsefvárosi Zenekar játszik itt mögöttünk. Tehát ez az első ilyen, utána egy-egy nagyobb hétvégén jazzzel, jazz hétvégével lehet találkozni, világzenei fesztivál, a költészettel, utcaszínházzal, lehet még majd sörfesztivállal, gasztronómiai fesztiválokkal, illetve a nő középpontba állításával egy tematikus hétvégével találkozni. Igyekszünk ezeken a hétvégéken nem csak az adott tematikában, hanem a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt megtalálni a kikapcsolódás lehetőségét. Tehát ezt egy ilyen kvázi összművészeti fesztiválnak nevezzük, ahol mindenki megtalálja a saját szája ízének megfelelő programot. Kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Józsefváros Palota negyedében.
Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki ennek a 3 hónapos rendezvény folyamnak már az elejében hozzájárult, hogy létrejöhessen, így a múzeum vezetése és az önkormányzat rendezvény szervezőjének különösen. 3 hónap, számtalan rendezvény, meg annyi program, gasztronómia, utcaszínház, bárszínház, gyerekprogramok, jazz, rengeteg program várja az ide látogatókat a Palotanegyed Fesztiválon. De mitől lesz különleges egy Palotanegyed Fesztivál? Én azt gondolom, hogy 2 dolog az, ami különleges és érdekessé tudja tenni. Az egyik, az a helyszín. Itt vagyunk Józsefváros ékszerdobozában, a Palotanegyedben, ahol az épített környezet, a múzeum közössége egy olyan milliót biztosít ennek a rendezvénynek, amiért önmagában már érdemes kirátogatni. A másik pedig a hozzáadott érték. Az az érték, amit az itt élő művészek, akik a program gerincét adják, tesznek hozzá, és az itt megjelenő közösségek. Legyenek azok kis táncházak, legyen az egy kiállítás a galériában, legyen az egy komoly zenei koncert a Párbeszédházában, vagy legyen az egy Szent Iván éjjű ünnep itt a múzeumkertben. Azt gondolom, hogy ez a 2 komponens tudja ezt a fesztivált olyan sikeressé tenni, amelyen keresztül mi józsefvárosiak igazán büszkék lehetünk, és meg tudjuk mutatni azt, hogy Józsefváros valóban újjáépül, és azok az értékek, azok a hagyományok, amikkel rendelkezik, azokat meg tudja mutatni fővárosiaknak, kerületieknek és a külföldieknek egyaránt. Én kívánok mindenkinek a következő 3 hónapban élménnyel teli időszakot, mindenki találja meg a számára kedves programot és helyszínt, kövessék a programokat a különböző közösségi oldalakon és a Józsefváros honlapján, tájékozódjanak, és élvezzék a Palotanegyed Fesztivált. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.